Hát szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Szellemkép című állandó műsorom. És hát bizony, ez a 42. része a több mint egy éve indult sorozatnak, aminek ugye az a lényege alapvetően, hogy spirituális, ezoterikus, tudatkutatása kapcsolatos filmeket elemzek röviden, és nem is úgy, mint mondjuk egy filmesztéta, hanem inkább egy olyan szemszögből, ami ezeknek a filmeknek a lényegi mondani valóját vizsgálja, részint, mint említettem, a spirituális oldalról már, amelyiken lehet, amúgy egy elég különleges film lesz, másrészt pedig hát szűkebb szakmámhoz kötődően a tudatkutatás szempontjai szerint. Hogyha valaki vagyunk, nem találkoztam volna, mondanám, hogy Paulini Tamás vagyok, jó 35 éve foglalkozom immáron, olyan tudati képességek laborszintű vizsgálatával, mint a telepátia, a megérzések, a jövő érzékelés, távérzékelés, tehát az érzékszerveken túli észlelésekkel, vagyis magyarul a tudományos parapszichológia fő csapás irányával. Na de, 26 éve vezetem a Szintézis Szabad Egyetemet, és ez most itt azért fontos, mert ezeket a filmeket, és mint említettem, több aspektusból igyekszem megvilágítani, és ahogy ez az iskola is sok több ezer éves vallás filozófiát, hagyományt alapul vesz, ugyanúgy keresem én is ezekben a filmekben az a megközelíthetőséget, másrészt ő viszont, és ez is egy szintetizáló megközelítés, Igyekszem összehasonlítani azzal, amit ma a világról, a létről, a valóságról elsősorban az emberi tudatról tudunk, és nem a klasszikus pszichológia mai doktrinái szerint, hanem mint ahogy említettem, tudományos parapszichológiai oldalról, alternatív pszichológiai oldalról, tehát egy, egy összetettségben. Másik fontos dolog, hogy ez legalábbis szerda esténként túlnyomó részt élő adás, vagyis interaktív, ami azt jelenti, hogy tovább boncoljam ezt a dolgot, hogy be tudtok kapcsolódni ebbe az egyórás műsorba nagyjából fél időtől. Tehát, hogy a fél nyolctól fél kilencig tart, körülbelül olyan nyolc órától, Elkezdtem a válaszadásokat a lehetséges kérdésekre, nyilvánvalóan a legjobb tudásom szerint, és mint mindig most is hangsúlyozom, nem csak kérdéseket várok, nyilván a témával kapcsolatban, leginkább az adott filmmel kapcsolatban, hanem hozzászólásokat, megvitatható gondolatokat, alkalmasint kialakulhat itt a chat rovatban, ugye jobb oldalt a Facebookon, egy olyan beszélgetés, ami nektek egymás közt is egy információ csere. No, hát lehet, hogy van, akinek feltűnt, hogy nem a szokásos, fekete élet virágás trikomban vagyok, picit már ilyen derűsemre lettem. Nem téved, aki úgy gondolja, hogy, hogy Sheldon Cooper-t láthatjuk a trikomon. A szöveget végig nem tudjátok olvasni, úgy hangzik, hogy nem gondolod, hogyha tévednék, és ez van a pocakon alul, azt pontosan tudnám? Hát ez egy abszurd dolog, nyilvánvalóan. Miért abszurdkodok? Azért, mert ez a mai film, amiről beszélgetni szeretnék, és elsősorban nem is a film, hanem a téma pontosan ezt feszegeti, hogy vajon van-e helye a spiritualitásban, a derűnek, a humornak. Én úgy gondolom, hogy mindenben van helye a derűnek és a humornak, és hadd ágjak bele rögtön az első képpel egy egy, egy olyan történetbe, ami sokaknak ismerős. Tehát fölteszem a nagy kérdést, mióta ember az ember, mi az élet értelme? Ott láthatjátok a képernyő az élet értelmét. 42. Hát most erre varjunk gombot ebben a történelmben. Ez egy, egy, egy alapvető kulcsmomentum, amikor kiderül, hogy az élet értelme 42, és mint látni fogjuk, bár nem szeretném ezt a filmet nagyon hosszan elemezni, igen, ez egy abszurditás. Mi, mi az élet értelme? Hát most elkezdhetjük, hogy a spirituális mélységekből boncolgatni, hogy Isten teremté a világot és az embert az összes kérdésével egyetembe. Így mindennek beelőzén azt gondolom, hogy még az se biztos, hogy van az életnek és a létnek értelme, célja, de feltölthető céllel értelemmel, és ez már valami. Lépjünk egy képet, és láthatjuk ezt a mai filmet, konkrétan a ma elemzett film, Főszereplő gárdáját, ugyanis ez a film nemes, itt egy olvashatjátok a képernyőn, mint a galaxis úti kalauzstopposoknak. Na hát ez egy picit olyan ez a, a képítélet, mint a Star Wars-ból bukkant volna fel, de annál az láthatjuk, hogy komolytalanabb. Tehát ez egy végjáték, pedig kifejezetten nagyon vígjáték, amit Douglas Adams, Douglas Noel Adams angol író műveiből szerkesztettek össze, és hogyha valaki böngészte, olvasgatta az előzetest, amit ehhez beharangozóként írtam, azt tudja, hogy egyből mentegetőznöm kell. Douglas Adams-től kérek bocsánatot, már elnézést kérek hogy oktalanul, megint bocsánatot kértem, szegényként személyesen, nem tudok, 2001-ben meghalt, hogy az ő zseniális remek művéből, ami alapvetően egy három részes könyv, ami igazából öt részes, tehát mondjuk egy öt részes trilógia, hát ahhoz nem teljesen méltó filmet rendeztek. Na, el fogom mondani, miért képzelem ezt, és még egyszer hangsúlyozom, nem annyira ennek a filmnek a cselekményéről szeretnék beszélni. Ha valakit izgat ez a mű eredetiben, azt javaslom, bár én itt most filmeket elemzek, hogy olvassa el ezeket a könyveket Galaxis útikalauz topposoknak. 30 éve, nem tudom, mióta már kiadták Magyarországon több kiadásban. Zseniális, mi ugorjunk egy képet, és lássuk magát a mestert. És most el kell mondjam, hogy ez egyik nagy kedvencem ez az író, miért is. Így láthatjuk, picit olyan, <coughs> mint Brian édesanyja, Brian életéből most, ránézek, de nem áll a két mű igazából távol egymástól. 52-ben született, hát most múlt volna 70 éves, Angliában író legismertebb műve a film címadó a könyve, Galaxis és topos, Ez is érdekes módon született. <gül> <gül> gyakorlatilag egy, egy rádiós komédiából nőtte ki magát, később lett ebből egy, egy ötkönyvből álló trilógia, aztán televíziós sorozat, szimpati mű, képregények, számítógépesek és végül, amiről most beszélünk, 2005-ben egy játékfilm ugyanezen a címen. Az a típusú író, Douglas Adams, akinek az írói zsenialitása nagyon nehezen adható át, nagyon nehezen transformálható, tehát a leíró részek is olyanok, én finnyes vagyok, higgyétek el a humorban, szeretem a humort, éppen ezért vagyok finnyes. Kifogott rajtam, strandon olvastam, lapozgattam, nem először is, hangosan felnőtt emberhez nem méltóan kuncogtam, mondom, ez képtelenség, ez nagyon vicces, és tényleg az, tehát a könyve is zseniálisak. E, mit mondjak még róla? Több más könyvet is írt, ez szerintem a fő csapás irány, ez a Galaxis utikalauz sorozat, Lélek hosszú, sötét te a délutánja, az életértelme, annyi mindent, még egy posztumusz könyvet is kiadtak halála után, a kétség lazac a címmel. Valakinek ez valamit jelent, olyan Monty Python színvonalú ez a humor, abszurd, angol abszurd humor, és ha már Monty Pythonnál tartunk, példaként fogom hozni a Brian életét. Most nem egy gyaloggalopot, nem másokat, abban is van az életértelme, hanem konkrétan majd a Brian életét. Na jó, tehát azt kell tudni egyébként, hogy egy egy remek ember volt, és nagyon nagy lélekkel, szívvel veszélyeztetett állatfajok védelmére nem csak pénzeket ajánlott fel, hanem tevőlegesen részt vett, orszarvúk és a többi ilyenekről van szó. Szóval lépjünk rá akkor a filmnek a ö, bemutatására. Nézzük a négyes képet, két mondjuk, úgyhogy főszereplőt látjuk. Az egyik közülük, a jobboldali, a fehér ember, ő Arthur Dent. Vele kezdődik az egész sorozat, az egész film, a minden, ami így eldöggel származik. Akinek éppen bontják a házát, arra ébred egy szép renkelen, egy angol úriember, fürdőköpenyben, hogy remeg a házban minden, és dózerek állják körül a házat, hiába fekszik oda döntöttek, legyalulják a kis pedáns angol, izé, minek hívják, aglegény házikóját. Nem tud ellenem mit tenni, de közben pok, megjelenik ez az úriember, Arthur Dent így hívják, ugye? A mi fehér főszereplőnket, a másik urat pedig úgy hívják, hogy Ford, Ford, kérem szépen, mint a Ford autót. Mi történik itt? Azt mondja, hogy Puri, innen gyere, azonnal velem így fürdőköpen, egy törülközőt hozzá. Most volt a törülköző világnapja, május 25-én, direkte erre a filmre emlékezze, úgyhogy valószínűleg nem csak nekem jön be ez a humor. És Puri, igyuk le magunkat gyorsan a helyi kocsmában, van 10 percünk, a világ végéig, a... itt a világ végéig, megsemmisítik a földet. Analog sztoriként jönnek ilyen szörnyetek, bumburnyák, bürokrata lények az, az, űrből, és eltakarítják a földet, meg ilyen galaktikus mi építenek, tehát a két dolog egybecsen, vagy azt mondja, hogy kapaszkodj, indulunk, mondja Ford, prefekt, ami Arthur Dentünknek, és stoppolunk, vegyünk fel a vogonok űrhajórára. Na, hogy haladjunk a történettel, lépjünk át az ötös képre, és már láthattok is egy jól megtermett derék vogont, feljutott ami két emberünk az ő űrhajójukra. Hát ilyen, ilyen nagyon vicces. Ezt mondjuk úgy, ahogy szerintem eltalálták a, a filmben. Jaj, bocsánat, a filmet be sem mutattam, tehát 2005-ben mutatták be. Rendező Garth Jennings, főszerepben pedig Martin Freeman, ő Arthur, Def, ő Ford, Sam Rockwell, később egy bemutatott Zephod, Zód és Chanel, aki a Trilliant, a női játsza, és van még nekünk egy, egy, egy depressziós robotunkról, a később neki csak a hangját kölcsönözte egy színész. Ö, alapvetően az egész film meredeken eltér a rádiójátéktól. Na jó, nem meredeken, de eléggé. A könyvektől is nagyon. Összegyúrták ezt az öt könyvet. Úgy kezdődik, mint egy másik, és befejeződik. Igyekeztek ilyen főbb jeleneteket összeszűni egybe. Véleményem szerint elvitték egy, egy ilyen szentimentálisabb irányba a női főszereplő Trillian és mi Artúrunk, aki ott látható, le szikszalagozva szerelmére és a Zephod nevű intergalaktikus szélhámos és életművész szerelmi háromszögére. Ö, nem ez a lényege az igazi műveknek, még egyszer mondom, hogy érdemes követni. Na, mi történik ilyenkor? Kilökik őket az űrbe. Ja, és ez is egy remek Douglas adams dolog, hogy is borzasztó, mint a vagonok költészete. Tehát képzeljük ki ezeket a bumburnyák lényekkel, lomhák, buták, szörnyen néznek ki, hulló bürokratikusak, de verset írnak, amitől ugye kirázza a hideg a galaktika, meg nem a, a, a univerzum minden lakóját, e, még a mindentünk úgy, hogy elviseli, hangzik, meg kiderül, hogy a harmadik legrosszabb költészet egy, egy néhai földlakohoz kapcsolódik. Zsuty kilökik őket az űrbe, el is ezt egy képet, egy kicsik nagy rosszul aludjatok, és onnantól elkezdődik egy kavalkád, mondom, nem erről akarok elsősorban beszélni, kín az űrbe, ugye egy-két percig még ki is lehet bírni levegő nélkül, mert abban a tüdőd, meg szétfagysz, és őket egy másik űrhajó ami elképesztő valószínűtlenséggel tartózkodott ebben az óriási űrbe, pont ott, ahol őket kipottyantották. A filmbeli fordítások sem igazán állnak meg a lábukon. Valószínűtlenségi hajtóműnek hívják azt ebben a könyvtrilógia, ötös trilógiában, ami úgy közlekedik, hogy elképesztő valószínűtlenségeket kalkulál, és ehhez egy ilyen téridő ugrásokhoz egyebekhez vezet. Elindul a menet, most nem mutatom be egyenként a szereplőket, megjelenik egy kétfejű ember, Zafod Dibrox, aki mellékesen a Galaktika, vagy nem tudom minek, intergalaktikus elnök, és ellopta az intergalaktikus főújúrhajót, és és a szerelmi szálba felbukkan nála a leányzó, akivel a mi Dentünk, amúgy ex-föld az elején sikertelen ismerkedett. Körülbelül ekkörül forog az egész, van még egy szereplőnk, egy, egy jelentős szereplőnk. Amikor ezt a filmet először láttam, tizen éve, puh, dobtam egy kisebb hátast, hát én nem így képzeltem el, marvint, marvint a depressziós robotot. Humor az érteni kell, és nem tudom, hogy mit szólt volna. Ugye alapvetően ez a 2005-ös filmhez a 2001-ben elhunyt író, konkrétan Douglas Adams, de szerintem ő se így volna. Elképesztő zsenialitása fogalmaz az írónk. Ebben a filmben halvány lenyomatát látjuk. Repkednek ide, oda, ami a lényeg, hogy keresik az élet értelmét, és még egy nagyon rövid közbeszúrás, aztán jönnek a példáim és a gondolataim, a humorról, a derűről, arról, hogy a spiritualitásot egyáltalán valóságnak, egy emberi látásában, ez egy nélkülözhetetlen adottság, látni az abszurditást, <laughs> derülni, boldognak lenni, és, és saját magunkat is szembe nevetni egy körbe Na, hogy mire akartam kilukadni, mindenféle világokat érintenek, és kiderül, hogy sok millió évvel ezelőtt egyszer a nagy számítógép előjárult egy nép, bökje már ki, hogy mi az élet értelme. Na, itt jön majd a 42 számítógépont, a gyertek vissza 7 millió év múlva, hogy mi az, kérem szépen, semmi egy szemúnyás, és akkor bögtek ezt a 42-t, amit nem igen tudtak megfejteni, vége felé alakult ki, hogy mi újság. Na, mi után bebarrangolták a vogonok bolygóját, nem tudom kiknek a bolygóját, ide-oda repkedve, egyszer csak elértek egy fickóhoz, és akkor most kérem az utolsó előtti képet, aki magyarul elég hülyén hangzik, ő a, a Sarti Bálfast, vagy nem tudom, mi az Istennek hívják, és, és kiderül, hogy ő egy ilyen csapattal bolygókat épít. Hát nem csillagok háborújában is volt ez a Halálcsillag azt se lehetett egyszerű megépíteni, ennek érdekes volt a képi megjelenítése, és kiderült, hogy neki volt egy megbízása a földet felépíteni. És hogy kik rendelték meg, és mire ment ki ez az egész? Miért, miért született meg a föld bolygónalásuk a utolsó hetes képet, aztán ha csacsogja köz, kötetlenül és szabadon, hát az egerek, az egerek, kérem, az egerek két fehér egér is szerepel ebbe a filmbe és a könyvbe is, és kiderült, hogy ezt a földet azért hozták létre, hogy az egerek kísérletezhessenek az emberekkel. Ők rendelték meg a földet, sőt, ki is fizették előre. Hát, hogyha valaki ennek a humornak és ennek az egész sztorinak a lényegét érteni és átélni akarja, Javaslom mindenképp, hogy legalább az első kötetet olvassa el a Galaxis Utikalaus Topposoknak című sorozatból. Higgyétek el, megérés, ezennel kérek elnézést azoktól, akiket belerángattam, hogy ezt a közel két órás filmet végignézzék a mai adás előtt. Nem tudom, voltak vannak köztetek jobban jártatok volna, hogyha az első könyvet olvasátok, de hát ugye ez egy ilyen film, film műsor. Visszakerül a föld kettőre, újra legyártják a földet, az megpróbálják így az agyát ellopni, közben jönnek a fogonok, a marvin, meg minden, aztán hazakeveredik, és egy ilyen enyhén, már nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy legyek már olyan undok ezzel a filmel, mondjuk úgy szentimentális módon zárják le a sztorit. Könyvben sokkal jobb. Na hát, köszönöm szépen az egereket, rengeteg mindent kiadtam, vízlátés és köszi a halakat, ez az egyik résznek egy szlogenje. Delfinek ugye hamarabb megsejtették, hogy gáz lesz, és elreppentek a, a, a világűrbe. Ezt így elmondani kiemelt szavakkal nehéz. Egy karinti jut eszembe még egyszer mondom, a Monty Python. Egy rendkívül tehetséges faszig, nagyon, megbocsát. Nagyon, nagyon, jól ír, nagyon jól ír. Későbbi könyveit, konkrétan a, a sötét és a többi, és a többi, de Gently nyomozó irodája. Hát nem annyira élveztem. Minden írónak, minden szerzőnek vannak főművei, az ővé garantáltan a Galaxis úti kalauz, és most térjünk rá, 10 percünk van, arra, hogy miért tartottam fontosnak ezt az idétlenséget berakni a sorozatba, mielőtt többen kiábrándulnának belőlem, és csatornát váltanának, Azért, mert a spiritualitásra, konkrétan a spiritualitásra, hanem a spirituális beállítottságú emberekre, az ezospirikre, én, én is ennek neveznek, jellemző gyakran egy túl komolykodás. Én se vagyok híján a, az iróniának, néha a cinikus sem. Néha rám dörrennek Felkentés, szent helyekre, talán Tamás, na na na, az ide már nem való a humor. Hát mondom, az nem lett igazán komoly dolog, ami nem bírja el a tréfát, és ez a véleményem. Üdít, életbe tart, és, és felemel minket a valóságban. Az emberi lét igenis maga mondja, lekorlátozott valóságlátásában. Kinyitja az ablakot, és jön be a friss tavaszi szél. Tehát ránk fér az, hogy ne komolykodjuk túl. Ez nem blasfémia. És említettem, hogy visszatérek még a Brian életére. Erről egyébként volt szó a vallási dogmák kapcsán, ha jól emlékszem, a legutóbbi adásban, hogy ö, nagyon rosszul fogadta a dogmatikus keresztény klérus. Fufufú, Jézussal nem játszunk, Jézus szent és érinthetetlen vagy például Krisztus utolsó megkísértése. Jézus nem volt, nem van, és nem lesz, és nem lehet egy gyereke, mert ő a Jézus. Tehát álljon meg a menet. Valamit így kőbevésni, hogy még gondolatszabadság sincs, vagy nem tudunk magunkon mosolyogni. <kül> hát szerintem ez nem egy <kül> egészséges felnőtt lélekhez méltó dolog. Itt van például a buddhizmus. Azért alapvetően a buddhizmus és, és sok pécét elengedettebb, fölnőttesebb és cseppet, sem komolytalan a vallás, vagy létfilozófia, vagy valóságlátás úgy hiszi, úgy tartja, hogy egy terű egy teste van a létezésnek. Alapvetően valami nagyon jó van benne, amit még így el izé, kutyulunk, meg összegubancolunk, de higgyük már el, hogy létezni jó vagy jó is lehet. Egy derű, derű, derű első magyar gőzmozdony derű nevet kapta. Hát én szeretem a gőzmozdonyokat és a derűt is, de mondom, kaptam én is az orromra, koppintottak jó páram meg a fejemre, hogy Tamáskám, vegyél vissza. Ezzel nem azt mondom, hogy szertartásos pillanatokba bele kell rondítani a komolyságba, hanem azt, hogy tartsuk már fel magunknak, tartsuk fenn azt az alapvető jogot, hogy ironikusak, és elsősorban az igazi irónia, önironikusak legyünk, minden tökéletlenségünkkel egyetemben. Egy kérdés jött, bár még odébb vagyunk. E egyetértek, kedves mercedes -szel. én végignéztem, de nem értettem semmit, a könyvet nem olvastam. Hát nem nehéz nem érteni ezt a filmet, úgyhogy újra, és megint bocsánatot kérek, hogy okta elnézést kértem, hangsúlyozni tudom, hogy a könyv a túti, csak tudjátok, ez filmeket elemez, nem igen tudtam másképp beemelni Douglas Adams zseniális lényét, és zseniális irodalmi alkotásait. Tehát tessenek elolvasni. Lehet, hogy sokaknak elment a kedve ettől, de higgyétek el, érdemes. Tehát visszatérve például Brian életére, hát odáig terjed, ez egész nem tudom ki lát, aki nem lehet, a Monty Python szintén nagyszerű angol csoport. Úgy zenésítette meg Jézus életét, hogy élből a Jézus születésekor a három király tévedésből egy másik vitilóba mentek ahol elkezdődött egy teljesen súta és abszolút goromba tréfás és mégis üdítő beszélgetés, majd rájöttek, ja, az nem az, visszavettek az ajándékok, nem átvonultak az igazihoz. Tehát létezett egy ilyen, ilyen Jézussal összekevert ember, aki így, így, mint teljesen más felfogásban, Bulgakov mester és Margaritájában, ugye ez a köztes szerepkör, Jézus analógia volt, de végtelen humorral, iróniával, önéróniával kezdve a profétizmus a, 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 a mindenféle nélküli áhított paródiáján át egész odaig, hogy végül megy a keresztre feszítés, és ott dalolva, énekelve búcsúznak a latrok meg valami tíz ilyen Jézus jelölt. Most ez akkor a gond, valakit kicsúfoltunk, a keresztényeket, a Jézust. Nem hiszem, hogy Jézust ki lehetne csúfolni, nem is kell. Magunkat állítottuk pellegére. Az igazi humor, még egyszer mondom, ha úgy teszik projektált önirónia, kivetített önírónia, Ilyenek vagyunk mi emberek. És higgyétek, hogy ezzel humornak elég sok közel az intelligenciához is. És nagyon sok olyan humorista, mint például Karinti Frigyes, alapvetően egy nagyon komoly, intelligens, sőt, esetleg többségében depresszív ember volt. És a humor gyógyít, gyógyít, a derű gyógyít. És férjem már bele, tényleg a spiritus gondolkodásba is, hogy emberek vagyunk, semmi sem teljesen biztos. És ezért most nem elvenni akarom a kedvét itt az abszolút stabil hívőknek, hát igazán stabil hívők úgyse lehet elvenni a kedvüket, ez a kérdés mitől. Hogy tényleg pontosan úgy történt, ahogy a Szent könyvekben le van írva, és pontosan azt kell csinálnunk, amik le vannak írva, vagy valami lényegesebb dolog, amiben hinni lehet, mondjuk a jóban, a boldogságban, vagy visszakapcsolók, a derűben, az együttérzésben, hát én ebben látok. Egy olyan megingathatatlanságot, amit egy ilyen szomorú keretként, igen gyakran, mint említettem, nagy szerzők életében, sorsában a depresszió keretez. Tehát a Marvin, a depressziós robot, ez is mekkora hülyeség, amit adhagynak egy millió évre egy bolygón véletlenül, és ott duzzog magában egy intelligens figura, óriási aggyal, és lehangoltság. egy-két színészt is említhetnénk, csak egyetlen egyet Robin William ugye humoristaként ismertük, meg Jumanji, meg annyi minden, meg hát ez a nagy szívű, jó ember szereplőként. Öngyilkos lehet, nem bírta lerázni a depresszióját. Holott jó ember volt, és a vidám, és a, a lelkileg mély filmekben is meggyőződésem, hogy a, a legmélyebb belső világát hozta. Ezek gyakran együtt járnak, ezek a dolgok egymást kompenzálják, ha szabad így mondanom. Tehát arra nézve várom a kérdéseiteket, ugyanis mindjárt nyolcat üt az óra, hogy hogy látjátok ti ezt a megközelítést? Mennyi szerepe lehet mondjuk az iróniának, spirituális nézeteket és, és vallásos nézeteket illetően, vagy a mindenség megismerhetőségét illetően, hogy, hogy egyetért velem valaki abba, hogy nem lehet igazán komoly dolog az, ami nem bírja a tréfát, vagy azért mégis vannak érinthetetlen szintek. Na hát erről szeretnék veletek beszélgetni. Következő adástól kezdve újra, újra rendesebb fiú leszek, megszokottabb filmeket húzok elő, de higgyétek el, hogy ez a 42. adás a bűvös 42-essel rá lettem beszélve, de nem volt nehéz, nem véletlenül szólt erről a filmről, erről a felfogásról amit annyi más, komoly író is képvisel. Ha már science fiction-nél tartunk, egyébként Mercedes visszaírt, hogy Brian élete e. a maga módján ikonikus film, az bizony, én nagyon szeretem, én is az egész Monty Python nagyon szeretem. Vannak kiemelkedő jeleneteik, vannak kevésbé kiemelkedők, kiemelkedők, de tokkal vonóval minden estő, egy, egy elképesztő társaság jó, <laughs> hogy a 70-es évek, 1970-es évek körül volt a világkora ennek a csapatnak többen már meg is haltak, talán öt főt lehet jegyezni, úgy Isten igazából, de azt gondolom, hogyha nem lenne, nem tudnánk, hogy mi hiányozna. Térjünk rá akkor egy kicsit a science fiction -re. az is olyan komoly szokott lenni, hogy a jövőben nézzünk meg, a hű, mi lesz majd 200 év múlva. Én science fiction irodalmon nevelkedtem a gyerekkoromban, a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Magyarországon nem nagyon ismerték azt a fogalmat, hogy ezotéria, meg parapszichológia, spiritualitás. És faltam ezeket a könyveket. Egyszerűen dimenziókat nyitottak, horizontokat nyitottak melyik imádom a nagy klasszikus science fiction írókat. <kül> Ilyen például Stanislav Lem. Egy lengyel író, aki a Solaris írta többek közt a, a, a Stalkernek, ja, bocs, azt pont nem írta, egy, egy, csomó olyan mérföldköves könyvet, amiben úgy megvillogtatja az elméjét, olyan bölcsen, okosan, távolra nyúlva, precízen mérnök ember is volt mellékesen, Írta meg, hogy le a kalappal, és neki sajt könyv a Kiberiáda. pauf mutat az egésznek, saját magának is. Humorra veszi a formát. Vagy egy kicsit hasonló könyv Czesław kruzsetszkinek a Kozmosz Tüneménye, vagy még inkább Robert Szeklinek a Kozmikus Főnyeremény. Hát én most nem foglak itt titeket arra biztatni, hogy túrjuk elő a múlt század másik felének a science fiction irodalmát, de esküszöm, hogy olyan minőségek vannak benne, mindenféle fajta szempontból, ami elképesztő. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezen űrcsihi-puhi ufók, meg a varangyok, meg nem tudom, kik lövöldöznek, meg kergetik egymást a bolygók közt, erre nézem, és talán egy jelenetet amúgy a Brian életében, csak úgy, of, Bryant elkapja egy ufó, viszi egy kört, aztán kidobja, ugyanottól elcsípte. Abszurditás van benne, még a komolyabb könyvekben is gyakran bujkál valami idealista derű, nem beszélve a szovjet sci irodalom íróit, a testvéreket, és itt, tovább. Na most már benne vagyunk a beszélgetős időbe, tessenek hozzá szólni beszélgessünk, élő műsor. Erzsébet írja, <kül> Bulgakov, Mester és Margarita legényeve, csodálatos mű egyébként. Egyszerre van jelen jó és gonosz, jelen múlt, jövő van egyben, csodálatosan megírva a mostban, Jeshua Jézus alakjával. Hát, <kül> tudjátok, Bulgakov is egy érdekes ember, hát én azt gondolom, hogy világirodalom egyik legnagyobbik. A konkrétan a Mester és a Margarita című regényét az irodalomban példaképként állítják az írók elé, hogy na, ilyen egy könyv, így kell kinézni egy könyvnek, hogy a kommunista Szovjetunióban játszódik, ahol megérkezik a sátán mellékesen. Egy baromi nagy fekete macskával, akit behemótnak hívnak, és beszél és megy a többiekkel, ugye az az nevű ilyen fura bohótszerű fickóval tömény e, kritikája a korszaknak az abszurditást illetően. Irónia és igenis önirónia. És párhuzamosan zajlik egy Jézus történet. Hanokrinak hívják itt Jézust. Olyan szép beszélgetések vannak, ahogy Pilátussal beszélget. Kérdezem Pilátus, hogy miért mondod mindig mindenki azt, hogy jó ember? mert mindenki jó ember. Tehát mélységek és magasságok, komolyságok és derűs emelkedettségek együtt vannak benne, és azt gondolom, hogy ilyen az emberi lélek is. Éva írja, hogy csak a humor segíthet abban, hogy el tudjuk viselni a létet. Elég sokat segíthet, elég sokat segíthet. Mondják, minden meg lehet szokni, hát ezt így a öngyilkosok nem írnak alá. De tény, hogy az ember sok mindent elvisel. De a humor viszi magával, a, a, legsötétebb poklaiba az emberi létnek. Még a koncentrációs táborokban is élt az akasztófa humor. Egy, egy, egy utolsó fénysugár, ami, ami valahogy visszaadja az értelmetlenségnek is az értelmet. És ezt nem szabadna eh, hanyagolni. Úgy gondolom, hogy eltekintve a gyagyás vígjátékoktól, ez a humornak is van alja. Most le akarok senkit nevesíteni. viszonylag népszerű humoristák közt hagyjuk ki, kire gondol, arra gondol. Tehát vagy van humor, vagy nincs humor valakiben. Ez olyan, mint a tehetség és ezt még nem csak a humorra, nem a humor érzékre is értem, amikor valaki igazán nevetni tud, de pont elérti, így mondják szépen magyarul, a viccet megérti, leesik neki a tantusz. Sokkal szebb, sokkal kerekebb tőle az élet. Na, nézzük, Éva írt még itt valamit, én pedig buzdítom a tömeget, mármint titeket, hogy írjatok, írjatok, írjatok. Most Éva engem biztat, hogy amiket most említettél, tedd meg, hogy leírod. Ha már itt tartunk, miután nem ostromoltok eléggé a kérdéseitekkel, ezt még el fogom mondani a műsor végén nagyon röviden. Befejeztem egy könyvet, talán említettem korábbi adásokban is, nagy örömömre, amit 24 évvel ezelőtt kezdtem írni. Hát egy komor könyvnek mondhatnám, Szintbád hát utolsó utazásáról szól. És tudjátok, mégis tel van életörömmel. Ez egy visszanézés, egy utolsó pillanat, egy teljes életre. No hát minden kvázi komorsága mellett az egész az élet igenlésről szól. Akár testben, akár testnek, úgyhogy a testet járjuk körbe. Emelkedett filozófiákkal és sokszor, hogy beleéltem, hogy hüde komoly vagyok, hát az író ugye élteti a, a szereplőit, és én nem tudom, hogy ki az, aki komolyabban foglalkozott írással, de nekem egy őrült nagy élmény, amikor beszélgetnek a szereplőim, és nem picsel döntve, hogy pontosan mi fog történni. És hallom, hogy de milyen jó visszaszólt a nőci a Szintbádnak. Na, a Szintbád sajtta magát és megy egy nagy-nagy filozofálgatás a valóságról, hogy milyen a semmi, Szimbát tanítja, sárít az ifjú hölgyet a befagyott Balaton jegén, hogy se nem fekete, se nem fehér, se nem szürke, hát milyen átlátszó könyörült meg színbád, mint az üveglapok az időben, és fogja a sár, és hanyat lő ki a színbádot, és hanyat esnek a befanyadt Balaton és visítva kacagnak. Na, ilyesmire gondolok valahogy. <kül> Na viszont, most jött egy hosszabb hozzászólás, egy kérdés. Úgyhogy ezt most euh, szeretném elolvasni, nem tudom, hogy ott kezdődik, ahol én azt most látom, a, konkrétan azt nem látom, hogy ki írta. Klári, szia Klári, Delég hallottam felőled. <kül> Na, Klári ezt érje, szia Tamás, sziasztok! Először őszintén szóval tartottam a filmet, de ahogy néztem tovább, mert figyelmesen, észrevettem, hogy a paródia mögött milyen szántó gondolatok, üzenetek húzódnak, meg a humorral együtt. A robot nagyon jó pofa volt. Mint például a föld kialakulása, amire tudományos és isteni magyarázat, elmélet, Áll a rendelkezésünkre. Sokaknak van Földön kívüli élménye, jók és rosszak, és amiről nyilvános elbeszélések is történtek. Létezésünk valósága is kérdéseket vet fel, azért életérten nem különbben. Míg benne vagyunk a körforgáson, addig a valóságnak monoton, valóság gung, bocsánat, monoton egyhangú. De ha kilépünk, akkor kitágul a világ, eltűnik valami más. Mi is mások leszünk, fokról fokra haladunk. Az élet más arcát éljük tovább, mert igenis ott a humor. észreveszünk, hogy semmi sem olyan komoly. Szívemből szólsz, Klári, ott a derű a vidámság. Mindenből ki lehet jönni, és ez fellelkesíti az embert. Egyszerűen ez egy-egy lesz. Köszönöm. Egy depressziós embert hiába próbálunk humorral felvidítani vagy kizökkenteni mi illabús, borús helyzetéből nem sikerül. Na ezzel az utolsó azért nem értek teljesen egyet. Én gyakran vagyok depressziós, és nem is tudom, valamik újság rovatom az, nem tudom, mi kedves kolléganőm, Kati képet csinált róla, valami még ráadásul, ami fontos, ilyen optimista pistának kellett, volna kinéznem és az ült, összejöjjek, és nem mondom, bum, eltört a depresszióm, kirobbant elő a nevetés. Ez el, mint a zenbutistáknál, amikor a, a tanulót egy hátba vágják egy szenes lapáttal a kérdésére, hogy mi az életértelme, mondjuk 42, hogy ne disznó itt az élet értelme. Nem biztos, sőt, biztos, hogy nem kell mindent kajakra tüdőre venni meg, meg komolyra venni, higgyétek el, hogy ki zökkenteni, ki zökkenteni minket. Hülye kérdése, hülye válasz, ismerjetek ezt a viccet, hogy mennyi? Harminc? Mi harminc? Mi mennyi? Tehát azért a, a filozófiáknak is vannak Achilles sarkai, főleg, hogyha ez ilyen keserűbe megy át, érdemes helyenként belőni egy poént a részekbe. Na, azt mondja, hogy Éva írja, és biztatlak továbbra is titeket, nyugodtan írjatok, kérdezzetek, szóljatok hozzá. Éva írja, a spirituális gondolkodáshoz hozzátartozik a humor, mint mindenhez. Az életünk része, mint a hulláma is. Írom is nektek, mire gondolok pontosan unja az univerzum harmóniáit, mozgalmas inkarnációra vágyik, jöjjön a földre. Pergő életű, ivaros szaporodás, gyönyörű környezet, extrém drogok, korlátlan őrület, pompás ételek, eredendő ellentmondások, exotikus betegségek, szélsőséges éghajlat, extravagáns perverziók, valódi háborúk, dilettens vallások, internet atombomba, garantált apokalipszis szülessen a földre. Izgatóbb, mint a vak teleportálás, titokzatosabb, mint a sötét energia. Intenzívebb élmény, mint a supernova surf, vagy a fekete lyuk bungee jumping az esetleges mellékhatása tekintetében. Olvassa el a szent könyveket, hogy kérdezze meg át valahogy így. Na, nagyon is, nagyon is. Hol tartunk megint? Görbe tükör, görbe tükör. Görbe dolgokat a görbe tükörben egyenesen lehet látni, A aféle interferencia. Megszoktunk annyi mindent, a szomorúságot, a keserűséget, a beletörődéseket, feladásokat, szorongásokat, soroljak még, szembe lehet vele fordulni. És azt lehet mondani, hogy atyám, uram, Isten, ezt a sereg majmot beleértve engem is. Há, mi folyik itt? Nem jó, nem rossz, hanem egyszer nevetséges. És a nevetséges, tudjátok, az már valami. Tehát, hogy még egy könyvet emlegessem, itt van nekem a, a nyomorúságos gyerekkorom. Tényleg az volt a fene egye meg Elég nyomorúságos. Még így rezegnek a szigonyok a hátamba, mint Móbi Dicknek a fehér bálnának, de tudjátok, valamennyire kiírtam magamból a bólébál az regényemben. És tudjátok, mi a titka ennek a könyvnek? Nem csak számomra felszabadító. Egyet, ha olvashatóvá teszi, másrészt tanulságossá, felemeli minden komoly, tragikus mélysége mellett. A komikus jellege, a komédiájának az egész nyomorult, bével bézett cuccnak, tehát mit mondjak erre? Tragikomédia, nevetni a nyomorunkon, rálátni arra, hogy túl komolyan vettük. Jó, lehet ezt mondani, és öngyilkosok túl hamaradták fel, vagy lehet, hogy nem. Nem tudom. Nem én voltam. De az, hogy minden helyzetben, minden helyzetben ott van, mint esély kívülről, felülről látni, kiegyenesíteni a görbetükörben a görbeképet egyenessé, mit lehetőség, azt gondolom, hogy, hogy ezt soha ne feledjük. Filmekben, irodalomban, akár vallásokban is, ezek nagyon, nagyon komoly dolgok. És említettem a zenbutizmust közben, pedig még mindig agitálnak titeket, hogy van egy kis időnk, írjatok, kérdezzetek, te jókat írtok, engem is mozgat és felüdít. Tehát itt van az embutizmus, ami avatatlan szemek számára külső kis vallásfilozófiai elemzők számára olyan tök baromságnak tűnik. Mert az, hogy mester, vigasztal meg a lelkem, és akkor azt mondja, hogy most add ide, add ide, majd meg ez, ez még ugyan megy. De az, hogy kérdezgetnek, kérdezgetnek a nagyon komoly tanulók, és erre mit tudom én, bafon csapja a mester, vagy hanyat lök ki, mint az én szintbádomatom a sárja Balaton befagyott jegén megvilágosító erejű lehet. Mire nézve? Hogy nincs értelme a kérdésnek. Hogy hülyeségen töröd az agyad. Dukulj el, és élvezd az életet. Kinyílik a szívedbe a boldogság. Onnantól már úgyis bölcs leszel. Tehát ez a, ez a, miért, de miért, de miért... Ez egy darabig szép és jó. Én is ilyen kíváncsi-fáncsi vagyok. Bizonyos sikokon viszont teljesen értem, csak. Gyerekkoromban anyám és apám még együtt voltak, a gyerekkoromban, amikor a miért teztem, akkor a csak helyett, azt a cifra dolgot mondták, ezt az zen is talán. Csak, de miért? Mert a cica szőrös, és négy lába van. Eldogultam hirtelen. Aha, szóval ezért. Ezek olyan dolgok, aminek, higgyétek el sokkal nagyobb szükségünk van, mint mi ezt hisszük, hogy gondoljuk. Na, jött két hozzászólás egy kérdés is. Mondom, olvasom. Erzsébet írja a bútizmus nélkül szinte képtelenség megérteni a kereszténységet. Bár benne van az a de mégis filozófiai bölcselti gyűjtemény. Igen, benne van a bútizmus az ötvilágvallásban, de maga a buddhizmus is hangsúlyozza, hogy nem vallás. Tehát tapasztalásra épül, ö, olyan kontemplatív tudatfolyamatokra, ami a valóság milyen megtapasztalását adja, nem hitrendszerekre. Tulajdonképpen a buddhizmusra nincsenek valódi istenek. A tudatnak vannak látomásai, és én ezzel, Boldogan értek egyet. Mi más van itt, amivel biztos lehetek? Mint a tudatom látomásaiban. Az összes többi is látomás. Ez a szép darab mikrofon itt előttem, a kamera, a nem tudom mi, akármerre nézek. Látomásnak biztos az, hogy van-e mögötte anyag, vagy csak egy álom, nem tudom. Tehát a, a buddhizmus arra tanít, hogy hogy legyünk boldogak. Ez egy elég jó iránymutatás. Pontosabban arra tanít, és ez majdnem ugyanaz, hogy hogyan ne legyünk boldogtalanok. Ami azt jelenti, hogy ne csináld azt, ami szenvedést okoz. Megmutatom, miért szenvedsz. A ragaszkodások, a vágyak, a sóvárkások, annyi minden. Saját magad korlátozod le. Tehát nem egy Istenképre épül, hogy felbukkan-e, áthat-e más vallásokat. Végül is ö, sok vallás, például a kereszténység, tipikusan Jézusi új testamentum, kereszténység, ö, szeretetre sarkal. szeretet is egy megkönnyebbülés. Szeretni a valóságot, nem csak elfogadni, szeretni, boldognak lenni a valóságtól. És abban a vagy boldog vagy, alapvető késztetés, hogy ezt a boldogságot ad tovább együttérzéssel, jó indulattal. Na, Klári ír, aztán figyelnem kell, mert végén szóltatok beindulni, amikor ma alig van időnk. Na, Klári írja. Kedves teves, mindenkit ki lehet abból, amiben van. Egyszerűen figyelni kell a másikra, és megtaláljuk a hangot vele van, hogy csak csendben lenni vele, és egyszer csak megtörténik a csoda, mert megérzi. A másik mi is van jelen, és megszólal. Igaz van, hogy csak a csend marad, és megtörténik a rossz is, ami valójában nem az, mert nem tudhatjuk, kinek mi a szerepe, és meddig tart. Igen, ez egy finomabb uh, hozzáállás, mint a zenmester a szerencslapáttal, Időnként szerintem az is bejön, főleg a szövegkörnyezetben. Éva írja, stim a görbetükör. A tragikum ösztön ez a komikumra, mert a nevetés úgy hiszem tagadó magatartás. Nevetnünk kell tehetetlenségükön a természet erőivel szemben, mert másképp megörülünk Charlie Chaplin. E Chaplin is egy fura figura volt egy nagyon intelligens, mélyezésű ember, egy-két visel dolgát leszámítva. Mi jobbára a humoristát ismerjük belőle, a nevettetőt, a, a, a mindig humorast. Erre utaltam a, a műsor elején első felében, hogy higgyétek, hogy ez sokszor együtt jár. Tehát a legjobb humorú, folyamatosan pattogó elméjű, emberek nagyon sokszor mélyen szomorúak a lelkükben, mint Karinti Frigyes is, és saját maguk állítanak görbe tükröt a valóság elé, hogy kiegyenesedjen a, a belső szomorúságnak az a egyetlen egyenes világa. Na, lássunk egy Andrea írt, és az időnk pedig fogy, legalábbis itt a földön. Szép estét, egyik kedvenc középiskolai tanárom öngyilkos lett. Pedig nála viccesebb, vidámabb ember, azóta sem nagyon ismerek. Legalábbis amit nekünk vagy a külvilágnak mutatott. Robin Williams hasonló szitu. Humor és a boldogság ezek szerint mégsem ugyanaz. Na, itt a műsor vége felé, és még belefér egy-két kérdés. Én most személyes leszek, mint Bólébált is leírtam, azt gondolom, hogy az életem valahol egy nyitott könyv, minden író valahol magát írja. Én elég sokat kesergek. Ez alkati kérdés is, és, és bizonyos hárító életfilozófa is. Most nem akarok ennek a, a mélyére menni, hogy miért, Jobbára ez van. De azt gondolom, hogy nem rossz a humorom. Van, aki nem teljesen mire. De ugyanerre utalok, hogy az abszurditás, abszurditás, kiemelni, 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 maga mást, a gondolataimmal, dolgokat, a sémából, a megszokott úgy nevezett rendből, és kiderül, hogy a rend jobbára csak szokás. Egy rögtön aforizmán, tessék. Mi a rend? Szoktam mondani, a rend az, amikor hasonló dolgokat egymás mellé teszünk. Egyben milyen komoly talán válik. Pedig valahol tényleg az rendet rakok a szobába, ott vannak a könyvek, ott a mit tudom én, mit diliház. Nyilván vannak ennek is mélyebb régiói. És azt kell mondja, hogy a nem lenne humorom és humorérzékem, szerintem már én is leléptem volna egy jelenetből. Kettő nem zárja ki egymást. Azt akarom mondani, hogy a humor és a boldogság, a humor időleges boldogság. Nevetni jó, még ha olykor az ember ajkára is fagy a gónykacaja a, a harmadik riházként. De nem csak kacaj van. És tudjátok mi a legszebb, amit, amit, ami gyógyító. Gyógyító az azt jelenti, hogy Boldogságot ad, ha nem is vált meg, hogyha lelked milyen mi szomorú, az önirónia. Ezt hangsúlyozom újra és újra. Lehet hogy atyám, uram, már fessük már ki ezt a tükörképet a tükrön. Adjunk neki. Ott görbe, itt görbe. Meg tudom nevetni magam. És a humorral lépnek felém, és, és nem bántóval, akkor is szembesülni tudok. No, jött még egy hozzászólás, és tényleg a vége felé vagyunk, de még mindig benne fél egy hozzászólás, egy kérdés. Judit írja, hogy említhetjük Hofi Gézát is, aki a színpadon teljesen ki, de a magánéletében komoly volt. Igen, tudjátok, mondjuk az előadó művészek, az egy nagyon furcsa szerep. Tulajdonképpen a közönséggel alkotnak egészet. Ki nyílnak, érzik a, a pörgetést a pörkésükkel egyetemben. De ez nem azt jelenti, hogy ilyen a olyan, mint amilyen a színpadon, nyilvánvalóan. Hogy aztán ott, oda benn, mi a komolyság, mi az, ami már túl komoly, esetleg szomorú, vagy keserű, vagy kibírhatatlan. Hát ez szerintem alkattól és sorstól függ, bár a sorsban benne van az alkat. Utolsó percekben járunk, és van egy-két izgalmas hírem, és kérlek maradjatok velem, mert büszkélkedni is akarok, de azt akarom mondani, hogy mindig legyen nálad a törülköződ, mindig sose tudni, mikor kapnak el és visznek a univerzum másik végébe. Közelharcba kitűnő, nedves törőköző végét szopogatva, folyadékhoz juthatunk, és sorolhatnám Douglas Adams hülyeségeit, az igencsak zseniális hülyeségeit, és még egy elmondat, ne esj pánikba, vagy sose esj pánikba. Ne, a, bocs, keverem a szútrákat, ne félj, ne félj néz szembe a dolgokon, és lásd a káprázatot benne. Ha már itt tartunk, és most már az utolsó három perc telik, Lár András neve nyilván sokaknak ismerős, június 22-én lesz a következő közös műsorunk, és meg fogtok lepődni, mennyire illik a, a, téma. Az üresség természete, oh mi? Depressziótól a megvilágosodásig. Tudjátok, az ürességnek, mint mindennek, sok arca van. Az üresség nem a semmi, valami több annál. Üres lehet egy depressziós ember a keserű ürességgel. És az ürességben, abban végtelen derűben létezhetünk, a megvilágosodás vagy a felébredés állapotában. Tehát június 22-én, ami alig egy hónap, személyesen tudtok eljönni, ha van kedvetek, ma a Bistroba Zuglóba, érdemes a személyes belépőket előre biztosítani. Paranormális sorozatunkban András gitározik és énekel, én idevágó versenyből olvasom, ha valaki végképp nem tud eljönni, online élőbe is részt vehet, beleértve a kérdéseid, de azért csak jobbot személyesen. Következő, amit ma már említettem, következik a könyvhét mégpedig június 10-én jó magammal, ugyanis a megszületett Színbád utolsó utazása című könyvön óriási örömömre. Ez az a, a az egyik legmélyebb mű érzésem szerint egy nagyon rövid kis regény, novellaregény, ami, amiben megfogalmazódnak valami felszabadító, szépségbe ágyazva az életemnek a nagy felismerései. Szombaton leszek, június 10-én, Vörösmarty téren, kedvetek van, gyertek, szombaton fél hatkor, délután fél hatkor, nyilván Vörösmarty tér, Delk Ferenc utcai sarkánál. Ö, én nagyon büszke vagyok ennek, a 24 évig írtam. Na, következő. Indul viszont az álom és a meditáció témájú kurzusom, mégpedig június 29-én élő, interaktív beszélgetés. Ha valaki izgat az, hogy, hogy miért fontos a meditáció, hogy tudunk a stresszből kilépni, mik azok a probléma megoldó álmok, mik az ötletadó intu, intuíciók, akkor azt javaslom, hogy lapozzatok bele, nézzetek bele a linkbe, amik itt oldalt, ha minden igaz, folyamatosan megjelennek a chat-rovatba, és végül, de nem utoljára mondanám nektek, hogy online képzésként látogatható a pszimodulunk, a pszimodulunk szintézis pszimodul, mint ez egy online képzés, ugyan vannak személyes találkozási lehetőségek, online konzultációk, online labor gyakorlatok, bárki bármikor becsatlakozik, egy teljes képet és egy, egy, egy csorbítatlan tartalmat kap, fantasztikus előadókkal, 9 hónapon keresztül. Bárki menjen rá a linkre, kukkantson rá a honlapjainkra, és bárhol szeretettel várjuk. Na tehát, drága barátaim, érző lények, humanoidok, emlősök, emlős társaim. Ennyi volt a mai Szent Mise, Szent Mise véget ért, menjetek békével, és egy utolsó képpel búcsúzom a nyolcas számúval a felhozatalban jövő héten megint egy kicsit komolyak leszünk, még pedig a Két Világ Közt című filmet fogom elemezni, amiben van halál, van sors, van elmúlás, van öröklét, van visszatérés, ez már olyan spiri filmesebb, úgyhogy nyugodjatok meg, és találkozunk kerek egy hét múlva. Jövő szerdán este fél nyolckor itt a Szellemkép műsorban. Köszönöm a kérdéseiteket! Minden jót nektek, Isten, áldjon már meg mindenkit. Sziasztok!